Na, itt lennénk most már a 8. részével is a sorozatnak. És elkészítettünk itt egy jó kis energiaforrást itt a pincénkbe. A jó kis bén azért belekötnék, de energiaforrást. Egyelőre jó lesz. Mondjuk Ebbe is belekötnék. ebbe a részbe jó lesz. Na jó, talán. Na, szóval itt van egy jó kis... Na jó, akkor egy nagyon szar kis watermill-es rendszer, ami nem valami gyorsan, viszont termeli az energiát. Igazából ezt előző részben ugye elkészítettük, csak most annyi, hogy lehelyeztük ide őket ideiglenesen, amíg el fog készülni hozzájuk a vödör-adagoló rendszer, amit ebbe a részbe fogok valószínűleg elkészíteni. Addig is legalább hasznunk legyen. Igen, reméljük sikerül. Ezt már csak felvezettük oda ezzel a kis kábellel. Ugye az előző részben szintén elkészített MFN-be. Igen. Yeah. Úgyhogy már csak hozzá kell kötni ezekhez a gépekhez, és akkor onnantól kezdve már csodálatosan fognak üzemelni. Na de viszont először le kell tenni hozzá egy ilyen transformert, mert egyébként meg túl magas feszültséget vezetünk bele ezekbe a gépekbe, és akkor ugye felrobbannak. És azt mi nem akarjuk. Ezért erre mindig vigyázni kell, hogy úgy kell lehelyezni ezeket a transformereket, hogy mindig a három, ahol van rajtuk ez a három lyuk, itt mondjuk látszik, hogyha Hát azt leteheted megmutatni, mert azt még föl lehet szedni, igen, csak... tehát hogyha most itt megnézitek, akkor ezen az oldalán három lyuk van, a többi oldalán meg mind pedig csak egy, azok a kivezetéség és ez a bevezetése. Ellentétben ugye a MFL-vel, ahol csak az egyik lehet kivezetni, a többi oldalon meg azok mind bevezetések. Úgyhogy ezt most felszedem, és akkor lehelyezem normálisan ide, úgyhogy vigyázzunk erre. És akkor innen már csak vezethetjük tovább a most már áttransformált energiát, és akkor Tadám. csodálatosan működnek itt a Minden felső. igaz, ja, föl is töltöttek árammal, ahogy ott középen a villámban látjuk. Igen. És az extraktor működik is, úgyhogy yeah. Na jó, akkor én ugye még ezen kívül még itt csináltad lenne a cuccosokat, Ja, ezeket a igen. vizeket. Én elkezdtem itt egy másik háznak a kis alapját letenni, hogy majd legyen nagyobb helyünk, ahol biztonságban is vagyunk még a mobok elől, ahol tudunk mindenféle jó dolgot csinálni. Például majd egy kis computer craftos alapismeretes ilyeneket. Na mindegy. Meg ugye már nem sokára el fogok menni a Netherbe, és akkor szerzek glowstone-t, mert az elég sok mindenhez kell. Eddig elkészítek egy ilyen talizmán of repair-t. Ez ugye nagyon jó dolog, mert meg tudja nekünk javítani a felszereléseinket. Tehát, hogyha betesszük, akkor ez mindenfajta a felszerelésünket, akármi van. Tehát nem kell itt variálni, hogy akkor most gyémántot vagy vasra, és hogy milyen kovalenzdaszot teszünk bele, hanem csak egyszerűen betesszük az invertoringba, és akkor közben feljavítja ezeket a nem használt mondjuk eszközöket vagy ruhákat is. És akkor igazából ezzel eléggé gyorsan tudunk bányászni tovább. Úgyhogy nézzük is a kraftolást. Hát kellenek hozzá kovalenzdesztok, papír és pókháló. Pókhálóból van bőven, hála égnek. Ja igen, és kell egy alloy furnace most nekünk, mert ugye én elkezdem ezt az automatikus adagoló rendszert, ami a Red Power-ös módon alapszik, meg egyéb pár módon. És abban például kell ilyen pneumatic tube, meg hát olyan napelem, ami ilyen más típusú energiát termel, nem az EU-t, ez az Industrial Craftosat, hanem egy másik módból valót, és ahhoz is kell például ez a Alloy Furnace, ami olyan sütő, hogy egyszerre több dolgot csináltuk, szóval, hogy így kombinálja a kraftolást és a sütést, mert ki kell rakni valamit egy sütőbe. És akkor egy, általában ez úgy van, hogy új anyagok létrehozását teszi lehetővé, hogy jelen esetemben most egy tint és egy koppert kell összekombinálni, ilyen brass, úgyhogy először is egy Ez egy nagyon jó cucc szerintem. Viszi, ahhoz meg tégla kell. Van téglánk? Mondd, hogy van téglánk. Hát, jaj, Ez nincs. az, nincs. Úgyhogy. De Akkor, mondjuk hát nézd, itt van akkor egy folyó a közelünkben, megyek itt úszkálni, igen. igen, nagy valószínűséggel fogsz találni egy kis clayt. Ez Igen, ott jó aréna kovalenzdeszt. alakú tóban megnézem. Nem csak kettő kell ebből. Ebből is kell kettő, és persze. Igen, ebből is kell kettő. Ott is van.
Mióta van Shirai hang a Minecraftba? Nem tudom. Ja, és nagyon szuper, meg is nézem, hogy működik-e. Ójaj, És ójaj, elkezdi javítani a hulladni. kőcuccot, remélhetőleg. Oké, megélek. Benézzük csak, mi van ebbe. Mondjuk De ezt. nem is kell ebben nagyon sok, mert MC-vel lehet duplikálni, úgyhogy elég is. Az inventory-be csak be kell tenni ezt a Talisman of Repair-t, és akkor feljavítja, nem? A cuccaim is. Igen, elvileg. Vagy lehet, hogy nem csak az, elég az... Vagy az inventory-ba, vagy pedig úgy, hogy alchemical bagbe. És nem vagyok biztos. Igen, lehet. Megnézem. És hogyha alchemical chestbe? Bag. Vagy hát jó, a chest is lehet elég. Mert legalábbis a táskában nem repair-öli, akkor valószínűleg a alchemical chest. Vagy bagbe. Normális chest. Mindegy, hát akkor lehet, hogy csak alchemical bagnél. Mindegy, ezt meg így is eltözük. Nem is ez különösebb itt a lényeg, hanem akkor gyorsan veszek magamhoz fát. És akkor megépítek egy kisebb házikót oda. Lehet, hogy meg kell egy cobblestone is. Egy adag cobblestone hozzá. Ugye nem baj, hogyha elveszek egy pár cobblestone-t. Hatalmas probléma. Tudom, ez minden napokhoz kell, de hát sajnos kénytelen vagyok. Ja, meg mit olvasszak hát? Ja, tényleg berakom a aranyat macerán lódni. Mert abból nagyon jó kis sok elmszink lesz aranyporból. Addig viszont kéne valami. Hát egy gyémántot beáldozok. Téglának. Ennyi. Mindegy, visszaalakítható. Mégis úgy döntünk, hogy nem. Mi azt ide? Hát igen, mondjuk elég drága ez a brick. Úgyhogy szerintem ne ebből építkezünk majd. Jó, így még szimmetrikus is. Csak akkor itt rájöttem, egy kicsit túl kocka lett ez a házalap. Így azért valamennyivel talán jobban fog kinézni. Minecraftban ilyet mondani. Ház. Túl kocka egy házalap, már szégyen. Néha ugye jó, hogyha. Na ne, hogy ne is legyen nálam. Tudja, hogy kéne, hogy legyen nálam csákány. Hát hol van? Barakjam ezt az elektromos, vagy a izé állói furnace-t le pincébe. Vagy. Na idefelől igazából elég szűk helyen vagyunk, és nem igazán fél. Hát mondjuk emellé még befér ide. Így. Na. Ja igen, ez a Flint and Steel még a Nether portál begyújtásától volt nálam. Extraktor, hogy halad? A gumit akkor felviszem, jó? És akkor beteszem. Nem mindet. Jó. Szerintem mondjuk a felét azért hagyd itt. Jó, több mint a felét. Itt hagyom. Beteszem ebbe a ládába, jó lesz ez itt. Ezen kívül még... Ja igen, kellett, hát üveg. Itt a téglát odaadom, jó? Ne, azt direkt hagytam bent. Direkt? Amit ott alul van benhagyva. Szóval nem fölül, hanem alul van behagyva, az általában azért van ott direkt, hogy... Jézusom! Jó, az MC egy 64-et ér egy darab. Igen? Üvegből, igen. Üvegből akkor 64 stackot csinál, ha minden igaz. Egy gyémántot azért visszateszem. Vagy, már most nem majd, hogyha később lesz nekünk valami. Egyre elég lesz egy 64-es pak üveg, aztán majd még meglátjuk, hogy ja, tényleg, hogy alakul. Jó, hogy mondod, én is csórok ki egy stack üveget. Nekem is kell most. Igen. Metacrafting... Egy project table-t még azért oda is lecraftolok. Van nálam egy... Mi az automatik? Nem szóltam. Nem szóltam. Viszont ennek a pneumatik túbos izének... Ja, lehet, hogy igen, ezt az emeletet vissza kéne alakítani. Még jó, hogy sokat szaroztam ezzel a vízes izével itt. Most alakíthatjuk ki vissza az egészet. Na mindegy. Legalább jól néz ki egyelőre.
Igen, szóval innen Jó. majd el kell tüntetni a vizet. Vagy, ja nem, nem is kell, mert Én igazából sem. hát jó magát a vizet, igen, csak a Minden hely az jó. nem baj, hogy így kilettás, mert az azért lett direkt így, mert majd a pneumatik tuboknak. Project table, három kő kell. Aha. Akkor beteszek Na még jó, egyet. mindegy. Jó, nagyon szuper. Ide egy párat. Ide egyet. Jó, és akkor kész van még egy project table-ünk, amit már át is viszek abba a házikóba. Ah! Is volt. Igen, sima szolár panel. Jézusom! Igen, tehát akkor ugye ennek az alabárnak akkor nagyobb a range-e, hogyha normálisan van, és hogyha átfordítom, akkor pedig a damage-e egy kicsit nagyobb, viszont kevesebb a range-e. Basz, hogy melyik módban milyen, azt mondom, hogy egyik módban ilyen, másik módban olyan. Jó. Azt most így megmondom neked, hogy mikor melyik mód van. Mennyi fog kelleni? 4 darab solar panel elég, ugye? Szuper. Mindegy. Még pont egy fát. És helyes módon, amiért igazából elmentem, pont otthon hagytam. Úgy szokott az lenni. Hát Ja, ez igen. mindig kell rakni. Bányába is csak csákány nem viszek. Leginkább Ó, fákra basszus. szoktam ezt maradni. Viszont kell csinálni egy diamond fűrészt. Van nekünk még pedig itt egy Ez két kemény csákányunk. diamondba kerül. Tényleg a gyémánt fűrész az egy kicsit fontos dolog, azt majd szólj, hogyha készíted, mert akkor Hát most készítem. nézem. Ja, de először várjál, még Még ki nem. kell égetni ugye hozzá szilikon szart. Jó, és hát nem a iron fűrészhez, hanem a hozzávalóhoz, amihez kell. Na, jó, ez így nem volt érthető. Szóval, ugye azért kell diamond fűrész, mert hogy hívják ott akarok jelenleg belőle csinálni. Hogy hívják ott, szóval... nem tudok beszélni. Nincs meg. Mi az? Szilikon? Na, megnézem, kinyögtem. Mert ugye az kell hozzá. Ahhoz a solar panelhez többek között, meg rendszeresen több darab ilyen ilyen red power-ös készülékhez, red power-ös elektronikához. Az kell legtöbbször. Nem gumi van ott, ugye, hanem ilyen szilikon. Mal van be. Kerítve általában a dolgok, úgyhogy Igen, körbeomló. Jaj, na. Ja, hát a Alakul, alakul. fűrész. Ennyi. Igen, nem különösebben bonyolult, viszont sokkal elég hasznos tudsz. Úgyhogy Ja, és ezzel mindent, lehet blokkokat is igen, szeletelni. minden szét lehet fűrészelni, mert itt van. Mutatok itt pár példát, itt a túlmenni. Egészen ilyen kicsikkévé szét lehet fűrészelni. Úgyhogy, oké, kedve van Például. ezzel, nyugodtan apríthat. Így is lehet, és az is fontos, hogy hova rakjuk, ugye? Igen. Így ilyen szélesebb lesz a felülre, oldalra pedig így itt ilyen. Felszeretelek pár cobblestone-t, aztán nem tudom, mi fogunk velük csinálni. De lesz egy rakat szeletelt cobblestone, és ez a legvékonyabb, amire lehet szeletelni. Van egy rakat cobblestone borításunk, mit szólsz? Nagyon szuper. A cobblestone-oztatom a plafont, nagyon esztétikus. Melyik is a tárgyad? Melyiket kell bösztonoznom Na kell? ne! Azt kihagyhatod. Szóval, igen, visszatérve. Úgy ugye... Szilikont... 6... Vagy mi az? Wow, jó drága! 8 darab szén kell egy darab izéhez. Amit jó, mondjuk aztán 16 felé lehet darabolni, akkor is. 8 szén, 8 homok. Jaj, de jó, megszereztem a legelső archimentet. Na jó, mondjuk ez pont nem a legelső. De most már fát is szereztem. Van Úgyhogy... homokunk? Hát van, azt természetesen hiszem. nincs. Nincsen? Pedig múltkor szereztem. Jó, vagy az összeset beégettem. Ja, valószínű. Wow!
Mindjárt este vagy mindjárt reggel? Most van reggel? Zsír. Ja igen, mert végülis egy csonti már egy ideje ott az ajtunk előtt, úgyhogy... Ja Jól tényleg azt nyomnak még a azt hiszem a legelső képedet. részben kidobtam így gyersen az összes homokot. Ja, igen. A maradékot. Az jó volt. Majd elmegy a creeper, hát akkor megy. Fus, tudom, hogy félsz tőlem, creeper. Nem kell szégyelned. Igen, Creeper a krémálma. Fua. Jaja. Nem tudtad, ez a középső nevem. Igen. Hát. Ó, francát tört a csákány. Aha! Igen. Szerintem ugyanaz a creeper volt, akik én meg akartam ölni, megkergettem, mert kb. Arra Aj, de szeretlek, creeperek. De látod, te kergetted ide őket. Nem, menekültő. Még Nekem meg a miatt. rémálmom a creeper. Jó, Istenem. Na-na. Mit művelsz? WC-t csináltál? Jó, így már jobb. WC-t. Na ne. Szia. Én csak bemutatom a kedves nézőknek, hogy hogyan kell alkalmazni a földarabot. Hú, de jó, tényleg. Látod. Ha már elmulasztottad, akkor már... így az én feladatom elhárult. Így még azért hagyjam, bár így is elég rusnya, úgyhogy leszedem róla ezeket. Mit is kell ez még Mondjuk, égetni? hogyha utat akarunk belőle csinálni, akkor nagyon spórolósan lehet. Hát vagy borítás, mondjuk ha valami szép blokkból akarsz borítani, mondjuk brickből, ugye az jó drága, és azzal akarsz mondjuk egy nagy területet beborítani. És akkor megépített cobblestone-ból, és ebből csak a borítást. Meg csak bele modern díszítést. Ezt nézd. Oh, fú. Ah, most egy kicsit. Ennél jobbat. Ezt itt is hagyom. Persze, hogy nem hoztam se a silver choice-ét. Gyorsan folytatom. Egyébként nézted az időt? Köbb. Nem igazán. Mária? Hát, nem, ez nem az lesz. Nem. Nem igazán néztem. Akkor ez nagyon jó. Akkor megint el áramra fogjuk köbö. Kb. Most tartunk 10 percnél. 10-15-nél. Bossz. Ne fogyjál szén, kérlek. Ez még süst ki. Faszám, most pazaroltok el egy új szenet, vagy... Egy darab sütésre. Vagy majd még megvárom, amíg mást. Ja igen, még ezt is újra át kell sütni. Hát akkor ne pazarlom, mert így is úgy is meg kéne ezt csinálni. És mennyi kell? Egy-két? 8 darab kell egyhez. 8. Most vagyok engedve. 827, 30 kell, jó, 32. Ó, zsír, pont annyi van, ez ki lett számolva. Jó, nem lett. Hoppá, tűntem, hogy előbb már kivettem egy adag. Ó, persze, hogy beraktam ide, mert miért nem. Ja. Hát ide üveget teszek. Hát ebben a részben úgy látszik, hogy nem túl sokat haladtam így a tekites részével. Viszont hát hát... Azért kell ilyen is. Igen. Tekintve se lehet kihagyni az alapokat. De azért egy... Ilyen kis... Repair, Talisman of Repair-t lecraftoltam, csak úgy jelképesen. Még nagyon izgalmasan egész Igen. részben. Én nézem a sütőt. Borzasztó jó volt. Úgyhogy... Mondjuk sajnos a következő részben is lehet, hogy egy nedörös kalandot kell betervezni. Ugyanis... Sajnos. Egyelőre én most így a jackpotet tűztem ki célul, úgyhogy ahhoz viszont sajnos kell glowstone. Tehát át kell menni a netherbe. Hát, jobb. Tük.
Ó, jaj. Akkor még ilyen blue alloyból is kell majd még egy rakatot Hát sütnöm. igen. Aha. Na jó. Nem szeretem azt az Mit anyagot. csináltál itt a kábelszónnal? Hát ez csak modern dekoráció. Aha. Na csak akkor lett volna jobb, hogyha nedőrakkal csinálom. Hát mit Szia. ólálkodsz itt? Menj szépen vissza. Van dolgod neked is, nem, nem, nem. Hát nem, mert éppen sül a sütőbe egy rakat izé. Gyorsan elővé... Ne! Szia. Mindegy, szólj, ha végeztél, akkor folytatom. Nem tudok magammal mit kezdeni, mert éppen sül a sütőben a feladatom. Na jó. Visszamegyek nézni, hogy hogy sül a... Mi ez? Hajtóba is. Jó, ez most Jaj, hogy már. itt szóval ilyen duplás. Akkor... Oppá. Hát ez most már ilyen. Na jó, nem bírom ki. Muszáj kicsit. Mivel itt egy kicsit elmértem, és nem lett szimmetrikus. Súgy, súgy, súgy. Izgi, ahogy hülye, tényleg első, hogy rakatni Hú. kell. Van nálad egy fölösleges ajtó? Nem mondanám. Miért így elhagytál egy ajtót út közben, vagy mi? Nem. Csak hát, ha ott hagytam egyet, Nem kettőt a igazán látok kraftolásnál. így. Ajaj. Ajj. Aj, ez így unalmas lesz, de nagyon. Kell egy rakatot. Nagyon ezt itt hagyom, és közben talán kéne valami új életcélt. Mondjuk téged tovább csesztet el, vagyis segíteni neked. Szia. Mit csinálsz? Semmit. Á, az a baj, látod, látod. Nő, egy üveg híján! Itt ez nagyon jó. Na, lehet, de beraktam egy 64 vagy 3-as adagot. Na, hogyha ma úgy sincs mit csinálnod, akkor hozz le egyet. Na, Vagy mit mentél a Netherbe? nem, most éppen Túrázzad. a tengerpartra mentem. Gyönyörködsz a naplementébe, vagy egyáltalán megy le a nap. Hát igen, ezt itt egy kicsit el... ezt az ajtót. Jaj, ne, elmegy az ajtó! Az megmentettem. Köszönöm örülni, hát ha így. Inkább mondom, hogy hozz egy... Mit is akartam? Na jó. Valamit, valamit, valamit. Na. Mi van? Te mondtad, hogy menjek is hozzá. Igen, fáradt vagyok. Egy üveget, igen, ezt. Csak itt közben itt a víz össze. Zavarta. Persze, persze. Ne, elpusztítottad a vizem. Hát még jó, hogy. És mehetek le megint. Yeah. Az a kőbolta úgy sem ér semmit, elhasználom. Na mondjuk rajtad. Na jó, oké, láttam a kezed, vagy ott volt, jó. Meggyőző eszköz. Egyre jobban tetszik. Én ezt nem szeretem. Soha nem kraftolok ilyet. És még a fákjaimat is leverded, hogy nem szégyen az átkozott Bernhajder. Sőt, el is loptam egyet. Ez bizony, na, hatalmas most mit bűn. csinálni? Jaj. Hát akkor nézzük tovább, hogy szépen sül. Tök iszki, nem? Na jó, addig a párat, ami már meg van lekraftolom. Meg igazából elkezdhetném a többi részét is csinálni ennek, mert... Most tök jó, hogy van két elektrom... Ez mi? Ha hogy néz ki az ágyam? Nem én voltam. Na most már tényleg mindjárt lekraftolok valami gyönyörűséget, mondjuk ez se rossz ez a... Gyémánt karddal nekem ront ortít alabárd. Az szája. Nem hagyom elveszni. Hoppá. Még ez a kőbalda is érték számomra. Ja, persze. Ja. Nem áll! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hát, ja, ne! Áááá! Na, igaz. Nem tudtál jobb szórakozást kitalálni. Hát nem.
Visszalök. Hehe. Hát ez az ágy, na jó, legalább az is így néz ki. Sőt, az még Nem rondább. tudtam, melyik az ágyad, úgyhogy... úgyhogy mindkettő ilyen Hát lett. ja, igen, mert itt helyezgetted közben. Egyébként ez a te ágyad, ez. Nem, most már ez vagy, nem minden. Cégébe lehet feküdni? Olyan. Be lehet, csak nem tudom, Ó. hogy ébredünk fel. Félig belepakolva a falba. Jó, hát ha még van ebből a részből, akkor Hát én megyek. kevés szerintem még... Ja, max kicsit hosszabb lesz. Mint az előző, igen. Már az Nem előző még is baj, ilyen volt, nem nem baj ahol. az, nem. Lehet, hogy legalább részek között. Mi? Ez most miért nem működik? Ahó. Bepágolt a sütőm. Ja, csak elfogyott neki a Nikolajt, vagy mi? Most amúgy mi baja van a sütőnek, miért nem megy ez? Érdekes. Szalvasztam az üvegedet. Nikolaj, te. Ja, igen, csak bepegolt és... Na mindegy. Vagy csak én láttam ennyire, vagy én vagyok ennyire kancsol, és én láttam, úgyhogy 8 darab Nikolajt van még bent. Nem tudom, ne fáradsz ezzel. Miért? Olyan izgalmas. Hát ez az. So sad. Mellé laktam, vagy raktam. Mi? Mellé laktál? Mellé laktam. Így laksz valahol és a szomszéd keres a házába. Ja, elnézést, mellé laktam. Érdekes szó. Hát, ilyen is csak véletlenül születik. Most nézem, milyen szépek a csillagok. Nem szoktam pedig gyönyörködni a Minecraft A csillagaiba. Minecraft csillagok. Igen, hú, szép, szép. Mennék olyan egyforma. Ott van a nagy medve is. Ah, minden látszik. Milyen nagy medve? A nagy medve csillagkép. Tényleg. Ott a Creeper csillagkép. Mi a rák? Hát, de még sosem nézted? Hát, még Nem ilyet. igazán. Nem tudom, én az igazi életben se nagyon szoktam így a csillagokba belemagyarázni mindenféle izét. Mert a göncölön is röhögök, hogy valaki azt komolyan izének látja, az egy sima bevásárlókocsi, vagy nem tudom. Igen. Vagy göncölzet. Hát, Amúgy soha nem nem tudom. igazán jöttek be ezek a, na mit látsz a csillagokban dolgok. Hát mondjuk elég furcsák vannak. Mondjuk én is láttam már olyanokat, ahogy így kötögették össze képeken. Viszont mondjuk egy dolgot látok meg, körülbelül így a csillagokból az a nagy göncöl, Jövő. meg a kis göncöl, meg az est hajnal csillag. Eddig terjedi tudásom a csillagok felé. Hát, Megint csillagképek muszáj felé. leszek feláldozni. Ja nem, mert majd még... Csak rohadt lassan alakítja vissza ezt a sok hülye glászt. Oda mit be kéne rakni. Ja, tényleg a macerátor végzett is van egy rakat goldest. Ho-ho-ho. Az bizony be fogom olvasztani mindenféle jósággal. Ja, és akkor silver és blabla. Na viszont Silver és tényleg nem tudom blabla. mikor lesz vége a résznek, de szerintem lassan igen. Lassan, hát lassan már vége lehetne. Ja, legyen vége, azt mondod. Én azt mondom, hogy most már eléggé strapáltuk Na jó, hogy érzed? Még ezt a nézőket. Na jó, megnézem, hogy és a akkor helyzet. majd a következő részben folytatjuk meg, ugye? Ja, sziasztok! A Nether-t is felfedezzük. Na, sziasztok!